Hello, sziasztok, és fantasztikusan szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám csütörtöki napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici a Tihanyi félszigetről, a Sárga Sáv túraútvonalról. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én itt vagyok a Tihanyi félszigeten, a Sárga Sáv túraútvonalon, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videó lesz, tőlem Fricitől, mint ahogyan azt már megszokhattátok. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit itt rögzítek a Tihanyi félszigeten. És most tulajdonképpen azt a túrámat fogom folytatni tovább, amit én az ezt megelőző videóimban kezdtem el, de ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt tulajdonképpen miről is beszélek, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen! Akkor jöjjön hát a folytatás, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit itt rögzítek a Tihanyi félszigeten. Jöjjön hát a folytatás, tartsatok velem most! És akkor hamarosan folytatom is tovább a túrát, tartsatok velem! Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én az ezt megelőző videómban abból az irányból érkeztem, tehát abból az irányból jöttem a ezt megelőző videómban, arra felé van a Tihanyi rév, tehát abba az irányba van a Tihanyi rév, és ez pedig itt a Sárga Sáv túraútvonal. Így hát én a továbbiabban nem arra felé fogok haladni, hiszen onnan jöttem. Így hát fordulok is egy 180 fokot, és haladok tovább, itt a Sárga Sáv túraútvonalon, a Tihanyi félszigeten. És itt van egy újabb kis gejzírkup, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát itt van egy újabb kis gejzírkup, ami a mai napon már a sokadik, amit megmutatok. És akkor én a továbbiabban arra felé fogom folytatni az én kis túrámat, tartsatok velem! Amúgy nagyon jó pofa ez a kis tisztás itt, ahogy láthassátok ezen a felvételen, mert tényleg egy nagyon jó pofa kis tisztás van itten, ahogy láthassátok, mert tényleg egy nagyon szép kis tisztás van itt, és ugye ahogy mondottam, én az ezt megelőző videómban abból az irányból érkeztem. És akkor így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen, tehát így néz ki maga a környezet. Itt pedig egy újabb kis gejzírkup látható, tehát egy újabb kis gejzírkup látható itt, és akkor haladok is tovább itt a Sárga Sáv túraútvonalon. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor haladok is tovább itt a Sárga Sávon. Hát közben a tanösvény is visszacsatlakozik, hát közben itt visszacsatlakozik a tanösvény is. Igen, tehát itt van ugye a tanösvény. És akkor itt van némi információs tábla, útbaigazítás. Láthassátok, hogy itt ilyen útbaigazító táblák vannak. Sárga Sávon, ha haladunk tovább, az erdei iskola másfél kilométerre van, 25 perc, Csúcshegy 3,3 kilométer, 1 óra 5 perc, Aszófő 7 km, 2 óra hossza, Losonci Lajos tanösvény, Aranyház 1,3 km, Belső tó 2,7 km, Tihanyi hajóállomás 6,2 km, Csúcshegy 3,3, Apáti templom 5,1, ahogy látható ezen a felvételem. És akkor ugye itt vagyunk újra a tanösvényen tulajdonképpen, és itt pedig egy újabb
kis gejzír kuplátható, tehát itt egy újabb kis gejzír kuplátható ezen a felvételen, és akkor haladok tovább itt a sárga sáv túraútvonalon. Láthassátok, hogy itt van egy újabb kis gejzírkup. Tehát itt van, tessék, lássék, egy újabb kis gejzírkup, és akkor haladok tovább itt a sárga sávon. Folytatom tovább a túrát itt a sárga sáv túraútvonalon. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És akkor haladok is tovább itt a sárgán. Na, gyerekek, közel megmutatom ezt a kis gejzírkupot erről a oldalról is. Tehát megmutatom. Íme, itt van egy újabb kis gejzírkup, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Tehát egy újabb kis gejzírkup van itt, ahogy ezt láthassátok ezen a felvételen. Most nem tudom, mi a neve ennek a kis gejzírkupnak, mert nincs kitáblázva, hogy mi is a neve ennek a kicsi gejzírkupnak, ami itt látható, mert ez most tényleg nincsen itt kitáblázva, de ez egy újabb gejzírkup, ami itt látható ezen a felvételen. És akkor itt van ez a szép kis tisztás, de itt van ez a szép kis tisztás, ahogy láthassátok ezen a felvételen, és itt van ez a újabb kis gejzírkup is, ahogy azt láthassátok. Tehát tessék, lássék, egy újabb kis gejzírkup látható itt a felvételen. Egy újabb picike gejzírkup. Ugye rengeteg ilyen van itt a Tihanyi félszigeten, mert tényleg rengeteg ilyen kis gejzírkup van. És akkor ugye így néz ki a környezete ennek a kis gejzírkupnak. És ugye itt vagyok ezen a szép kis tisztáson. Tehát láthassátok, itt van egy ilyen nagyon szép kis tisztás, ahogy látható ezen a felvételen, mert tényleg van itt egy nagyon szép kis tisztás, és közben egy újabb gejzírkup, gyerekek, ahogy látható ezen a felvételen, tehát egy újabb gejzírkup, és akkor folytatom tovább a túrámat, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, és akkor haladok is tovább. Visszajövünk ide a sárga sáv túraútvonalra, tehát visszajövünk ide a sárga sávra, és haladunk tovább. Hát jó, körbejártunk ezt a kis gejzírkupot, és szerintem most rátérek a tanösvényre, és a továbbiakban a tanösvényen fogok haladni, tehát letérek innen a sárga sáv túraútvonalról, és rátérek a tanösvényre. Tulajdonképpen, tehát szépen itt letérek a sárga sávról, itt szépen el is kanyarodok jobbra szerintem, amúgy arra felé van konkrétan a szófő, tehát abba az irányba van a szófő, konkrétan 7 kilométerre van ide a szófő, a sárga sáv túraútvonalon, méghozzá arra felé, tehát arra felé van a szófő, 7 kilométer a sárga sáv túraútvonalon. Na de, én most itt a sárga sávról rátérek a tanösvényre, és haladok a belső tó irányába. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor innentől kezdve a tanösvényen haladok. Tehát innentől kezdve már a tanösvényen haladok, és szépen megyek vissza felé a belső tó felé, itt a tanösvényen. Tehát szépen haladok visszafelé a belső tó irányába. Ugye a mai kis túrámat ugye konkrétan a belső tótól indítottam el, és most szépen oda szerintem vissza is fogok gyalogolni a belső tóhoz tulajdonképpen. Tehát szerintem oda szépen most visszagyalogolok a belső tóhoz, és valószínűleg hogy a mai kis túrámat majd ott fogom lezárni a belső tónál. És akkor így egy körtúrát csináltam tulajdonképpen itt a Tihanyi félszigeten, és itt meg újabb fa keresztbe van dőlve, láthassátok, itt egy újabb fa keresztbe dőlt, azért a vihar itt rendezkedett, a szél,
egy kicsit le is kell hajolni, ha nem akarom beütni a fejemet. És akkor haladok tovább itt a tanösvényen. Folytatom a túrázást itt a Tihanyi félszigeten, és egy újabb gejzírkup következik. Tehát egy újabb gejzírkup jön itt a tanösvény mentén. Hát valójában ez a tanösvény minden egyes gejzírkuphoz betér tulajdonképpen. Ez a tanösvény, ami 14 km hosszú itt a Tihanyi félszigeten. És itt van egy újabb gejzírkup, amit így megmutatok néktek, így a videóm által. Tessék, lássék! Egy újabb gejzírkup, ezt nézzétek! Egy újabb gejzírkup látható ezen a felvételen, hogy láthassátok, itt egy újabb gejzírkup. Hát most nem mászok föl a tetejére, mert minek? Fölösleges fölmászni a tetejére, úgyse látni onnan semmit, csak a fáknak a lombkoronáját maximum. Hát nem mászok föl ennek a gejzírkupnak a tetejére, de hát ez így néz ki, hogy látható ezen a felvételen. Egy újabb szép kis gejzírkup itt a Tihanyi félszigeten, a gejzírmezőkön, vagyis a gejzírmezőn konkrétan, mert csak egy gejzírmező van itt a Tihanyi félszigeten, és egy újabb ilyen gejzírkup tulajdonképpen, ahogy láthassátok ezen a felvételen, ami így néz ki. Hát most nem fogok fölmászni a tetejére, van a túl nagy értelme nincsen, úgy sincs onnan semmi kilátás, úgyhogy nem mászunk föl a tetejére, meg minek is, másszak föl ennek a gejzírkupnak a tetejére, elég, ha így megmutatom néktek, és ez konkrétan így néz ki. És akkor én folytatom is tovább a túrázást, itt a Tihanyi félszigeten, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor haladok is tovább, tehát folytatom tovább a túrámat itt Tihanyban, és itt szépen ereszkedik lefelé az út, ahogy látható ezen a felvételen, tehát gyönyörű szépen ereszkedik lefelé az út, ahogy láthassátok ezen a felvételen, tehát szépen ereszkedünk lefelé tulajdonképpen. És akkor haladok tovább, mondhatni. Folytatom tovább a túrázást itt a Tihanyi félszigeten. És most ezúttal a tanösvényen haladok. Tehát most is kijelölt útvonalon haladok tulajdonképpen. Na, gyerekek, mondjuk jó ki is van taposva ez az ösvény. Tök jó rajta haladni. Hát tényleg baromi jó rajta haladni. Amúgy itt van a tanösvényjelzés, tehát itt van maga a T betű, maga a tanösvénynek a jelzése, ez a zöld T betű tulajdonképpen, ez itt ugye a tanösvénynek a jelzése, ez a tanösvény az egész Tihanyi félszigetet úgymond bejárja 14 km hosszába, teljes hossza ennek a tanösvénynek 14 km hosszú, itt a Tihanyi félszigeten, gyertek el ide és járjátok be az év bármelyik szakában, mert tényleg az év bármelyik szakában be lehet járni ezt a tanösvényt, konkrétan, gyertek el ide Tihanyba, és járjátok be ezt a tanösvényt, ami valójában 14 km hosszú itt a Tihanyi félszigeten. És akkor haladok tovább én is ezen a tanösvényen, aminek a teljesen egyértelmű jelzése, itt látható méghozzá, tovább arra felé. Folytatom a túrázást a Tihanyi félszigeten. Hát mehettem volna mondjuk a Sárga kereszten is, de még fogunk itt a Sárga kereszttel találkozni. Tehát még fogok találkozni itt a Sárga kereszt túraútvonallal. Hiszen ennek a Sárga kereszt túraútvonalnak, aminek van egy közös szakasza ezzel a tanösvénnyel, mert van egy közös szakasza. Hát újra itt vagyok ennél a nyiradéknál.
Tehát újra itt vagyok ennél a nyiradéknál tulajdonképpen, ahol már egyszer ma áthaladtam, csak most egy kicsit beljebb. Láthassátok, itt van ez a nyiradék végig tulajdonképpen, mert végig itt van ez a nyiradék, ami nem véletlenül van itt. Konkrétan itt vezet egy nagy feszültségű távvezeték, azért van itt ez a nyiradék. Láthassátok, hogy ott van a távvezeték. Tehát itt van ugye a nagy feszültségű távvezeték, az erős áramú távvezeték tulajdonképpen itt van, és ezért van ez a nyiradék itt tulajdonképpen, és akkor haladok is tovább én ezen a tanösvényen, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, és akkor folytatom tovább a túrát a tanösvényen, most éppen a tanösvényen haladok. Hát ugye a mai napon itt megyek egyik útról a másik útra tulajdonképpen. És megint jön ez a kerékpáros kijelölt túraútvonal is. Tehát újra jön ez a kijelölt kerékpáros túraútvonal is tulajdonképpen. Mert ez is újra jön. Itt ugye balra kell majd kanyarodni. Szarkádi erdő. Tehát ez itt ugye a Szarkádi erdő. Ha arra haladnánk tovább egyenesen, arra felé van a Tölgyes kup. Tehát arra felé van a Tölgyes kup, ha arra felé haladnánk egyenesen. És akkor itt van újra ez a kijelölt kerékpáros túraút. Tehát ugye ez itt egy kijelölt kerékpáros túraút. Ugye ott van, hogy Szarkádi erdő. Tehát Szarkádi erdő. Konkrétan én ugye abból az irányból jövök, tehát onnan jövök, és haladok tovább itt a tanösvényen, arrafelé, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, és akkor folytatom is tovább a túrát, a tanösvényen tulajdonképpen, tehát szépen haladok is tovább, hogy láthassátok ezen a felvételen, mert ugye itt vagyok még mindig ezen a tanösvényen. Hát szépen megyünk előrefelé, a Tihanyi félszigeten, és ahogy mondottam, ugye ez itt egy kijelölt kerékpáros túraút, méghozzá Balatonbike 365-nek az egyik kijelölt kerékpáros túraútvonala ez itt, szám szerint a 244-es számú kijelölt kerékpáros túraútvonal, Balatonbike 365. Így ezen a néven megtaláljátok a neten, és akkor van ott információ, illetve térkép is. Nézzetek rá! Na, gyerekek, haladunk tovább. Még mindig a tanösvényen. Hát ez egy szép kis túra lesz végül is, az időjárás is kedvez, mert valójában most az időjárás is kedvez, nincsen az a baromi nagy hőség, hideg sincsen, tényleg ez az igazi kellemes kirándulós, túrázós időjárás van, így csütörtökön, ugye a szabadságom első napján, vagy a mai naptól kezdve ugye szabadságom vagyok, és majd hétfőn megyek dolgozni csak legközelebb. A tegnapi napon természetesen még dolgoztam, de a mai naptól kezdve már a jó megérdemelt szabadságomat töltöm. Igaz, ez most 2 nap szabadság, de ezt ugye tavalyról hoztam át, ezt a 2 napot, mert tavalyról hoztam át ezt a 2 napot. Így is van még 30 napom, ezen túlmenőleg. Na, gyerekek, haladok tovább. A tanösvényen folytatom tovább a túrámat, természetesen még mindig a Tihanyi félszigeten haladok, hiszen ma egész nap itt túrázok Tihanyba tulajdonképpen, hiszen már az ezt megelőző videóimban is itt a Tihanyi félszigeten túráztam, de nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, köszönöm szépen! És akkor haladok tovább itt a tanösvényen.
tehát folytatom tovább a túrázást itt a Tihanyi félszigeten. Hát ugye utoljára, ahogy mondottam, 2022-ben túráztam itt. Itt ugye mindjárt jobbra is kell majd kanyarodnom. Hát itt mindjárt jobbra el is kell majd kanyarodjak. Itt egyenesen haladt tovább ugye a kijelölt kerékpáros túraútvonal. Ugye az erre haladt tovább egyenesen a kijelölt kerékpáros túraútvonal, ami a 244-es számú Balaton Bike 365-nek a hálózatához tartozik. Tehát ez erre haladt tovább. Na de én maradok itt a tanösvényen. Tehát ugye a tanösvény az viszont arra felé halad. Tehát abba az irányba halad a tanösvény. És akkor legyen már egy kis visszatekintés, ha már úgyis itt pörgök körbe-körbe. Én konkrétan ugye abból az irányból jövök. Tehát abból az irányból jövök. És akkor a továbbiakban haladok itt a tanösvényen arra felé. Mi ez? Saj! Saj-Meggyes-Kup következik. Tehát a Saj-Meggyes-Kup következik. Ez egy újabb gejzír-kup lesz tulajdonképpen. A mai napon ez már nem is tudom, hanyadik gejzír-kup, amit így megmutatok néktek. Itt a Tihanyi félszigeten. Hát igen, itt is van a maga a gejzír-kup. Tehát ott van. Tehát ott van maga a gejzír-kup. Följövünk ide egy kicsit. Így megmutatom nektek közelebbről ezt a gejzír-kupot. Hát itt van, tessék, lássék. Egy újabb gejzír-kup, ahogy látható ezen a felvételen. Hát a mai napon ez már a sokadik gejzír-kup, amit így megmutatok. Így a videómon keresztül. Tehát ez a mai napon már a sokadik gejzír-kup. Már csak ebben a videóban, már hármat megmutattam csak ebben a videóban tulajdonképpen, és az ezt megelőző videóimban is már mutattam ilyen gejzír-kupokat itt a Tihanyi félszigeten. Nézzétek meg a ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek. És ez pedig itt egy újabb gejzír-kup, ahogy látható ezen a felvételen. Hát közben ide belenőtt egy ilyen valamilyen fa. Ez vagy vadkörte, vagy valami hasonló fa ez itten. És akkor ez egy újabb gejzír-kup, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát egy újabb gejzír-kup, gyerekek. Itt a Tihanyi félszigeten, a gejzírmezőn. Egy újabb gejzír-kup, ahogy látható ezen a felvételen. Ezt is már jó benőlte a növényzet, mert tényleg már ezt is baromi jó benőlte a növényzet, hogy láthassátok, mert tényleg baromira jó benőlte a növényzet. Ezt a gejzír-kupot is, ahogy látható ezen a felvételen, ez is szépen már benőlte a növényzet. És akkor ennek a gejzír-kupnak így néz ki a környezete. Valójában itt van az erdőbe egy tisztáson, mint a legtöbb gejzír-kup. Ugye az erdőben van egy tisztáson, a legtöbb gejzír-kup tulajdonképpen, itt a Tihanyi félszigeten. Én ugye konkrétan abból az irányból jövök, tehát abból az irányból jövök, és akkor folytatom tovább a túrámat itt a Tihanyi félszigeten. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor itt haladok is tovább, tehát folytatom tovább a túrázást, és akkor itt van a gejzír-kup maga, tehát itt van a gejzír-kup ebből a szögből, ennek is éppen föl lehetne mászni a tetejére, mert éppen ennek is föl lehetne mászni a tetejére, de tök fölösleges, úgy sincs onnan semmi kilátás, lefelé a lombkoronát látja az ember, hogy nem mászunk föl, pedig föl lehet mászni ennek a gejzír-kupnak a tetejére is. Van is itt egy kitaposott ösvény, ami fölvisz a gejzír-kup tetejére, de úgy se látnánk onnan föntről semmit, mert ugye itt is a növényzet azért rendesen be van már nőlve, meg zöldülve, úgyhogy túl sok minden nem látható ennek a gejzír-kupnak a tetejéről sem.
de itt van maga ez a gejzír kup, ahogy láthassátok ezen a felvételen. És akkor én folytatom tovább a túrázást itt a Tihanyi félszigeten. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És akkor haladok is tovább. Folytatom tovább a túrát a Tihanyi félszigeten. Hát igen, ez is egy szép nagy gejzírkup tulajdonképpen, mert itt van, még itt is itt van. Tehát még mindig itt van ez a gejzírkup. Ez is egy szép, szép nagy gejzírkup tulajdonképpen, mert ez egy szép nagy. De azért még sincs akkora, mint az aranyház. Na, gyerekek, megyünk tovább. Hát szépen folytatom tovább a mai kis túrámat itt Tihanyban. Hát ezt a csütörtöki napot tulajdonképpen erre szántam, hogy egy jót túrázok itt a Tihanyi félszigeten. Hát tényleg ezt a napot erre szántam, így a szabadságom első napját, vagy a mai naptól kezdve tulajdonképpen én szabadságom vagyok, voltak éppen. És akkor itt jön egy útbaigazító tábla. Itt fogunk rácsatlakozni a Sárga Kereszt túra útvonalra. Igen, tehát itt fogok rácsatlakozni újra a Sárga Kereszt túra útvonalra. Aranyház, azt mondja, itt van a útbaigazító táblák. Aranyház 700 méter, ugye a mai napon már jártunk ott. Kiserdőtető 2,9 kilométer. Tihany hajóállomás 5,6 km, és akkor haladok is tovább. És akkor innentől kezdve újra itt vagyok a Sárga Kereszt túraútvonalon. Ugye a mai napon már voltam ezen a Sárga Kereszt túraútvonalon, de nézzétek meg a ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek. És akkor haladok tovább itt a tanösvényen, illetve most már itt van a Sárga Kereszt túraútvonal is, nem csak a tanösvény van itt, és hamarosan jön majd a Tölgyes kup, tehát hamarosan jön majd a Tölgyes kup tulajdonképpen, az is egy szép nagy tisztásom van, mármint a Tölgyes kup. Egy gyönyörű szép tisztásom van, de ezt majd a következő videóban fogjátok meglátni, mivel hogy ezt a videót pillanatokon belül lezárom, és egyelőre megköszönöm a megtisztelő figyelmet, hogy itt voltatok velem ebben a újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban. Ha tetszett ez a videó, akkor díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban, természetesen a videóról, illetve az útvonalról, köszönöm szépen, és én majd a továbbiakban arra felé fogom folytatni a túrámat, tehát arra felé fogom folytatni tovább a túrámat, de ez egy következő videó témája lesz. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici a Tihanyi félszigetről, a Sárga Kereszt túraútvonalról. Sziasztok!